Bárdi Andrea művésztanár, mint mondta, szívesen gondol vissza gyermekkorára, amikor a sápatarcúakról és hagyományokról hallott. Éppen ezért választotta tematikájának az indiánok témakörét, hogy az ifjú generáció is többet megtudjon róluk. Próbáltunk kreatív foglalkozásokon keresztül megismerkedni ugye az indiánok világával, amit természetesen mindig egy beszélgetés és egy vetítés előzött meg, tehát megpróbáltuk megmutatni azt is, hogy az interneten található képek, filmek alapján, hogy ez hogy is nézhetett ki annak idején. A kézműves foglalkozások alatt nem csak az indiánok hagyományaihoz köthető tárgyakat készítették el, de arról is tanultak a gyerekek, hogy milyen jelentéssel bírnak ezek a szimbólumok. Arról, hogy milyen állatok vannak a totemoszlomba, milyen erőt adnak azok az állatok, meg ilyenekről. Csináltunk egy ilyen álomfogót, meg egy ilyen karkötőt. Az Angyal Sóhaj Alapítvány szervezésében ez már az ötödik tábor volt, melynek az Erzsébet ház adott otthont. Varga Márta kuratóriumi tag elmondta, az elmúlt hetek bebizonyították, hogy nem csak a sérült gyermekek és felnőttek bizonyos időnkénti fejlesztésére, ellátására alkalmas az épület, hanem közösségi térként is kiválóan funkcionál. Azt a sikert, amit a 163 jelentkező jelentette a kezdeteknél, csak megélni tudtuk minden áldott nap itt ebben a házban. Fantasztikus energiák mozogtak az épület falain belül, csodálatos emberi érzésekkel és tartalmakkal. Én úgy gondolom, hogy ha valamiért érdemes volt ezt a nagy szabású kezdeményezést megtennünk néhány évvel ezelőtt, és ezt az álmunkat megvalósítani, akkor ez a néhány hét ezt fényesen igazolta. A sikert tovább tetézi, hogy a lélektánc elnevezésű tábort 2 hét múlva meg fogják ismételni, ugyanis nagy népszerűségnek örvendett. A második turnusban ovisok is helyet kapnak. Kincses Tina, pszichológiai szakos egyetemi hallgatóstábunkkal megosztotta, mi mindennel várják a gyerekeket. Én lélektánccal foglalkozom, és a táborban is ezt fogom tartani, ezt a foglalkozást. Ez egy olyan foglalkozás, ami arról szól, hogy a gyermekek lelki egyensúlya éppen annyira fontos, mint a mozgás. Ez takar egy kicsi balettot, kicsi jogát is, ahogy én hívom, lélekkeltető játékos feladatokat takar. Lesz segítője is Farkas Eszter Abigail személyében, aki az angol nyelvet szeretné majd közelebb hozni a résztvevőkhöz. Célom az lenne, hogy ne a megszokott tantermi hagyományok szerint, hanem egy közvetlenebb, játékosabb, kommunikációközpontú módon vezessem be a gyerekeket az angol nyelv világába. Szeretném, hogyha a gyerekek nem egy muszájként tekintenének az idegen nyelv tanulására, hanem már egészen kicsikortól kíváncsisággal tudnának fordulni ez a tanulási folyamat felé. Ezt úgy igyekszem elérni, hogy egy-egy angol témakör átdolgozásának a során sok-sok kreatív játékot játszunk, logikai játékok, éneklünk, táncolunk. A 6 hetes programsorozatot augusztus 14-én egy nagy volumenű táborzáróval szeretnék majd megkoronázni, melynek vendége az alapítvány megálmodója a Farkas család lesz.